A szakemberek számláláskor minden növényt figyelembe vesznek, még az elvirágzottakat is. A számlálás másfél-két méteres sávokban történik. Az abszolút számlálás nagyon sok embert igényel egy pillanatban, hogy az hiteles legyen, ezért az idei évben a közvállalat csak a munkatársaival számlálja ezeket a növényeket. Természetesen így is igyekezni fogunk a jelentősebb helyszíneken minden egyes virágot megszámlálni. A szabadkai homokvidéken több mint 110 helyen lelhető fel az egyhajú virág. A szakemberek kisebb-nagyobb élőhelyfoltokra, populációkra csoportosították ezeket a növényeket, és most már csak egy-egy nagyobb élőhelyfolt állapotát követik. Nagyon változatos ezekben az élőhelyfoltokban, a populációkban az egyedszám alakulása. Általában egy növekvő tendenciát mutat, tehát ez pozitív hír. Ugye itt különböző tevékenységnek köszönhető ez a pozitív változás a kb. 15 évvel ezelőtti állapothoz képest. A monitoring programok már az egyhajú virág védetté nyilvánítása óta folynak. 2008-ban indult el az a természetvédelmi program, amely ennek a fajnak a megvédésére irányul. Emelte ki Szekeres Otto, a Palis Tudas Közvállalat természetvédelmi őre. Az élőhely kezelések eredménye az volt, hogy az első években még 35 ezer virágzó töveket számoltunk akkor is az abszolút számlálással, és hát nyilván ez megháromszorosodott az állomány. Tehát úgy néz ki, hogy ez a munka, ez nagyon eredményes, amit végzünk itt a szabadkai homokvidék területén. Szerbiában sehol máshol nem virágzik ez a növény. Ezért a Palics Ludas közvállalat munkatársai kiemelkedően fontosnak tartják az egyhajú virág megőrzését, tette hozzá a természetvédelmi őr.